Fiúk, lányok, itt vagy, ja, nincsen hangom. Szóval. Megcsal a föld, vele remeg a fal, az egészen meg csak egyet akar. A földön fekszem, haldoklom, de ami erőt hallana, ti aggatok. Itt vagyunk az utolsó emberi gála közönség találkozóján, és olyan őrület volt, hogy elment a hangom. Brutális jó este, egy nagyon erős 30 emberes Rumble. Fiatal tehetségek mutatták meg, hogy mennyire akarják. Nitro ismét bebizonyította, hogy ő a legjobb a HCV-ben, és Gabriel Angel Fire behúzta a 30 emberes Rumble, tehát ő lesz az első számú kihívó a véres novemberen. Na de, hallgassuk meg, hogy hogy vélekedtek a rajongók. Gyertek velem! Megtaláltam az embert, akinek körülbelül annyi hangja maradt az estére, mint nekem, doktorom! Vagy annyi sem! Úristen, mit láttunk itt ma este? Ezen a helyszínen másodjára egy fantasztikus hangulatú gálát. Tehát a Rumble mérkőzésnek a káosza az minden évben elképesztő, de ami nekem személy szerint a legjobban fölkeltette a figyelmemet, az továbbra is az Új Magyarország. Tehát olyan reakciót váltanak ki gyakorlatilag minden megjelenésükkel. Annyira klasszikus dolog az, hogy gyakorlatilag kijönnek, visszamennek. Nem lehet mellettük elmenni. Mellett minden csótányok egyébként. Igen, és minden túlélnek, ez a legdurvább az egész. Hallgattam a múltkor a műsorotokat, és pontosan erről vélekedtél, hogy az Új Magyarországnak az ereje. Milyen esélyeket látsz? Hát igen, a Szorító Podcastben némileg szakmai belegnézést végeztünk, mint most itt. Ez kicsit olyan, mint amikor a foci edzőnek a képében nyomják a mikrofont egy 120 perces meccs után, és akkor még mondjál valami okosat lehetőleg. Angel Fire nyert már egy Rumble-t, ez a tény. Akkor behúzta a véres novemberen azt a bajnoki címet. Itt most Nitro verhetetlennek tűnik, tehát az, hogy ezt a Cruiserweight klasszikus fickót hogyan intézte el, valami egészen lenyűgöző volt megint. Azt gondolom, hogy minden azon fog múlni, hogy a ringen kívül mi történik. Hogyha azt látjuk, ami a show végén történt, hogy az Új Magyarországnak van egy egységes ellenfrontja, akkor Nitronak jó esélye lett a címvédésre, de csak akkor. Köszönöm, doktor! Mi pedig belevetjük magunkat a közönség soraiba, vesd be te is! Mindenképpen, mert nekik még van hangjuk talán, szóval ez a ti hangotok! Ennyi! Szóval menjünk tovább és kérdezzük meg a fiatalokat, hogy ő nekik hogy tetszett a mai este. Láttad a jó csávót? Lucky Kid, szia! Ja, Lucky Kid! Nem tudom, hol van, hagyjuk. Lényegtelen. Új fiatalok debütáltak. Hát szerintem nagyon-nagyon jó birkózó, Boldo Brown. Szerintem megvan az új kedvencem. Egyik. Ezen kívül meg még Benji, aki nagyon-nagyon vicc. Úristen, mi volt ez? Fiatalok és szexik. Itt a helyem köztük. Meg Pali. Megmutathattad, hogy mit tudsz, a közönség oda volt érted, de te hogy érezted magad? Nehéz volt nagyon nekem, izgultam. Viszont Lucky Kiddel nagyon jó volt dolgozni, nagyon jó birkózó. Én nagyon jól éreztem magam bent a ringben, szerintem ez fontos. Neked, majd ha rám figyelsz, elmondom. Szóval neked meg volt egy elszámolni valód az ex-partnereddel. Nekem nem volt semmi elszámolni, én nyertem múltkor is, és úgy érzem, hogy most is nyertem. Nem nagyon akarsz erről beszélni? De most mondtam, hogy nyertem, most is, meg múltkor is, és fogok is mindig. Mennyi esélye van vajon? Százalékban? Hát én nagyon örülnék, ha ilyen öregek már kikopnának lassan innen, tehát hogy vonulgassanak vissza szépen egyesével. Nem is kéne meccs igazából, csak aki mindenki így 25 fölött így mondják azt, hogy cső,
nyugodtan bármi. Ez esetben én azt mondom, hogy 25 fölött vagyok, szóval. De öreg, köszönöm mondom. Szépen. Átveszem a műsort. Nem kell, tényleg, nem. Meccseket, műsorokat átveszem. Menjél innen el. Nyugdíj, az már minden. Revolution bajnok évet visszavonultatta a General Manager. Mit gondolsz, kinek lesz esélye a véres novemberen? Hát Blake Stevennek, szerintem. Én egy hajót szolgálok, és az Nax csak a kapitány érdemelheti meg. Nincs az Isten, hogy még egy ilyen új magyar legyen a bajnok. Szerintem akár Chris Dust is lehet újra a Revolution bajnok. Új tag team bajnokok is születtek. Nagyon boldog vagyok miattuk. Már dicsőség napja óta követtem az egész projektet, és szerintem nagyon jó. Új tag team bajnokok vannak, Erozo Fengeri. Mm-hmm. Hát én nekik szurkoltam nagyon. Itt van még, itt van Icarus póló, és a Dover póló is itt van. Nézzétek meg, itt van az új Magyarország következő generációja. Fiú, hogy vagytok új Magyarország? Nagyon jól vagyunk, ugye is a Royal Rumble megnyert. Kétszeres Rumble győztes emberek, ha-ho. Na jó. Elmondom, hogy a Murgu jelemér a leggonoszabb szurkoló a világon. Ős Zafár fan, gyakorlatilag. Folyamatosan küldi a sok gonoszságot. Mindenki az. Igen. Most idejöttem pöckölgetni. Megold ott a boss, érted? Azért van megbocsátva, mert minden show-n itt vannak. Szerinted mennyi esélye van Angel Fire-nek? Max 5%. Szigorú vagy? Nem, csak látom, hogy ez egy T-800-as Terminátor gépállat, aki nem lehet legyőzni. Egy. Nem hallottad, hogy mit mondtak? Egy Terminátor gép vagy. Annyira imádom, hogy dicsérnek, köszönöm szépen. Mondom, Nightro, téged csak egyféleképpen lehetne kinyírni, hogyha mint az Terminátor egyben beledobnának egy összezúzó gépbe körülbelül. Imádom, hogy rám promózik, köszönöm szépen. Mennyi esélye van Angel Fire-nek ellened? Fú, múltkor bejött a statisztikám százalékokban, hát ilyen 20-at adok neki. Pont egy éve volt nagyjából, nem? Körülbelül igen. Tehát egy 20? Jó, akkor legyen 60-40, még így is. Nyilván nagy a tét, egyre nagyobb, mindkét oldalon. Talán neki még több összítem valami van. Meglátjuk. Ahogy szoktam, a legjobbat hozom, sikerülnie kell. Ha behúzod a meccset, ugyebár akkor ő neki vége a karrierjének. Ez azért neked nem teher, mégiscsak ő volt az, akitől a HCV-n nagyon sokat tanult. Tehát ő volt az első külföldi, aki jött ide, aki oktatott. Nagyon imádtuk, ugye imádtuk Angel Fire-t, hiszen ő volt az első oktatónk. Hálásak is vagyunk neki, de ő választotta ezt az utat. És a New Hungary csapatában akkor nincs menekvés, ennyi. Hát esélyei vannak, viszont hát nem neki fogok szurkolni. Nitro Section Forever. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk ma is, ez volt az utolsó emberig. Ne felejtsétek el, november 25-én az ikonikus, véres november. Találkozzunk ott is, és ne felejtjétek el, ez rólatok szól, értetek, csináljuk. A legfontosabb, a ti hangot! Adjuk meg neki, cirkuszt a népnek! Meghasson a földbe, lereg meg a bal!